minden, ami Istenben van, minden emberbe található. Például ember tudatos, rendelkezik tudással, és Isten is rendelkezik tudással. De az embernek a tudása korlátozott. Mi veletek tudatosok vagyunk erről a testről. Én érzem, és tudom, mi történik a testemmel. Hogyha valami fáj, vagy éhes vagyok, vagy szomjas vagyok, vagy melegem van, mi ezt tudatosok vagyunk róla. De mi már nem tudjunk, én nem tudom a Gerivel, ő mit érez. Az én tudatom, a tudásom korlátozva van ezzel a testtel. Istennek a tudata, a tudása korlátlan. Ő mindent tud. Ő tudja, mi történik az én testemben, mi történik az ő testében, és így tovább. Akkor embernek van kreatív képessége létrehozni valamit, szeret ember. És akkor ember létre tud hozni egy házat, egy várost, számítógépet, létre tud hozni bonyolult valami rendszert, mint a mondjuk repülőtér, ahol vannak ezek a nagy repülőtérek, ahol másodpercenként 10 repülő száll le, száll föl. Szóval ember tud, van ez a képesség, lenni ilyen kreatív, teremteni, ez egy teremtés. De Isten, ő is ezzel rendelkezik. Az ember honnan van képesség teremteni, mert Istenben benne van. De ember nem tudja megteremteni egy univerzumot. Isten, mivel az ő teremtési képessége korlátlan, ő képes teremteni egész univerzumot. Sőt, nem egy univerzum van. Végtelen univerzum van, és mi csak egy univerzum belül vagyunk, ahol végtelen bolygó van, és mi csak egy kis földbolygón vagyunk most együtt velünk. Akkor van ez a tudás, akkor van ez a teremtés képessége Istennek, akkor vannak vágyok, nekünk miért vannak vágyok? Mert Istennek is vannak vágyok. Szóval ezért nem nagyon bonyolult kapni egy jó elképzelés Istenről. Mert miért van bennünk valami? Mert ő az eredete, ő benne van. Ezért, amikor akár Bibliában olvasunk, saját képére teremtette embert, Isten, az nem csak az a kép, ami csak forma, hogy emberi alak, hanem vele együtt tartoznak a tudat, a tudás, az érzelmek, a vágyok, az igények, tulajdonságok, akkor a képességek, amit beszéltünk. Ez minden, ez a Isten képe. És ezért nagyon fontos, hogyha mi nyitottan tanulmányozunk, akkor látok. És akkor ember is sok csodára képes, megcsinálja. Én emlékszem, kicsi gyerek voltam, nekem mindig csoda volt a televízió, nem? És én mindig tudtam csodálkozni. Persze vannak fizikai törvények, de mindig csoda. De a legnagyobb csoda az, hogy Isten megteremtette olyan törvényeket, mert honnan van az a törvény, ami lehetővé tette embernek létrehozni a televíziót. Mert törvények alapján, hogyha nem lenne törvény, nem működött volna a televízió. Vagy most már van a számítógépek, lehet kommunikálni, vagy a, nem tudom, aki 80-as években elképzelni, hogy itt van valami telefon, és én látom valakit, aki bolygómás oldalon van, és beszélek, ez egy fantasztikus dolog. Szóval ilyen csodákra fel van hatalmazva a lélek megcsinálni nagyon érdekes dolgokat. De akkor nézzünk, hogy a Isten még nagyobb csodákra képes. Ő képes megteremteni egy fát. Ember már nem képes. Nem képes megteremteni a fát, szóval mert az embernek ezek a csoda képességek korlátozottak. És sose lesz képes. Van olyan, ami Isten minden képes lesz, lélek, mint mi, lelket, nem sose leszünk képesek. Például
hogyha mi akár megtanuljunk, hogy miből áll egy sejt. A sejt áll általában aminosavok, akkor fehérje, DNS, sok minden másféle halott anyagból áll. De mikor egyesével válnak, akkor élet, élő sejt lesz. Ezt nem lehet ma laborban megcsinálni, ezt csak Isten tudja csinálni. És akkor így lehet így tanulmányozni. Hogyha mi tudjunk tanulmányozni, csodálkozni az embernek a csodára, amit csinál, akkor tudjunk tanulmányozni és csodálkozni, hogy mit csinál Isten. És Isten is fel tudjon hatalmazni lelkeket a csodákra. A lélek mindig csodálatos. A Bhagavad Gita azt írja, hogy a lélek, ez csodálatos. És vannak olyan lelkek, akik mondjuk a narancsfába, narancsfa önmagában nem létezhet, hogyha nincs benne lélek. Ugyanolyan, mint mi vagyunk lelkek, valamikor egy lélek emberi testben van, valamikor egy állati testben van, valamikor növényi testben van. És az a lélek, ami mondjuk füge, ki már evett fügét. Itt Krisna-völgyben is vannak fügefák, és most, ahol mi a lakunk, kertben ilyen nagy fügék vannak. Azért most ezt a példát mondom, mert olyan édes a füge, hogy a csöpök róla. Az a nektár édes, és akkor eszel, és akkor körbe rögtön nézünk, hogy hát hihetetlen, honnan van ennyi édeség ebbe a gyümölcsbe? Én még sose látom fügéfát állni Tesco-ba, bevásárolni cukrot, vagy metróba, vagy Lidlibe, mert ott az akció. Valaki találkozott fügéfával? Mondjátok, mert lehet, nem kihagytam ezt a dolgot. Nem megy vásárolni fügéfa, se cukrot, se semmi. Áll egy helyen, süt rá a nap, egyre ritkábban kap esőt, földbe gyökerezik, és csak így adja egy ilyen édes gyümölcsöt. A narancs ugyanúgy. De hogyha mi, emberek, megpróbáljuk létrehozni egy fügét vagy narancsot laborba. A tudósoknak nem megy titok, hogy miből áll egy narancs. Gyorsan fognak, csinálnak egy kis kutatás, és azt mondják, a sav, meg cukor, meg ez, meg amaz. Megmondják nekünk az egész Mendelejev táblázatot, hogy mi van benne a narancsba. És mi nekik megtapsunk. Hú, hát óriási, mert én sosem bírnék rájönni, hogy miből van a narancs. Van egy alázatosan kérésem, hogy rakd össze. Mert ezeket a vegyi összetevőket, elemeket lehet kapni külön, nem? El lehet menni vegyi boltba, itt, ott, rendelni interneten, savat, meg cukrot, meg vízet, meg narancslébe van víz. És akkor mi összerakjuk nekik, és akkor megkérjünk, hogy akkor most légy szíves, kérlek, nem kell egy kiló narancs, egy darabot. Nem tudják megcsinálni. Mert nincsenek felhatalmazva. De ez a lélek, amelyik lakik, aki életbe tartja narancsfát, ő megkapta ezt a felhatalmazást erre a csodára. Egy helyen áll a narancsfa, vagy fügefa, és megcsinálja egy narancsot, hogy nem lehet ismételni. Nem lehet imitálni. Lehet imitálni, hogyha ilyen viaszból csinálnak, vagy műanyagból, akkor úgy néz ki, de ha eszel, akkor már nem az. Szóval így a lelkek kapnak ezt a misztikus. Szóval a lelkek misztikusok. Mi emberi testben más a misztika. Nekünk az a misztika, hogy bűnbe tudjunk esni, vagy szent életet tudjunk élni. Mert narancsfa ezt nem tud változtatni. Ő erre nem képes. Ő csak teremti a gyümölcsöt. És akkor ugyanúgy egy rizsszem, ugye az a lélek, amelyik a rizsnövényt él abban a növényben, ő is fel van hatalmazva,
hogyha megint megkérdezünk tudósok, hogy miből áll egy rizszem, mik az összetevők. És akkor szénhidrát, keményítő, ilyen, meg olyan alapanyagok vannak benne. Nagyon-nagyon csodálatos. Rögtön Nobel-díjat kaphatok ezért. De adjuk még egy Nobel-díjat, hogyha meg tudjátok csinálni egy szemrist. Nem kell egy fél kilót, egy darabot. Nem tudom megcsinálni. Ki már látta, hogy valaki laborban csinálta egy rizszemet? Nincs felhatalmazás. Erre fel van hatalmazva az a lélek, ami él a rizs növényben. Ez misztikus. És csak ő. A narancsfa már nem tud rizst teremteni, ő csak narancsot. De van még egy nagy csoda. Hát mindenhol, igazából az egész világ csodálatos. És hogyha mi mögötte látjuk a teremtőt, és mindig csodálkozunk, akkor mi közelebb kerülünk Istenhez. Szóval nagyon, ez is egy fontos, hogy amikor ember az életében látja Istennek a jelenlétét, a kulissza mögött, hogy ő minden rendez, akkor ember nagyon boldog lesz. A másik csoda, ki már volt nálunk itt a tehenészetben? Én is már voltam. És hát kik laknak tehenészetben, és tudtok segíteni? Fecskék? Is. Nagyon jó. És vannak a fecskén kívül valaki még? Bocik. Tehenek. Ki már evett sajtot életében? Legalább egyszer kóstolhat, sikerült már? Gratulálok mindenkit. Sikerélmény, nagyon jó. Tejet is ittünk. És akkor látunk tehenet valahol bevásárolni Auchanban? Összetevőket? Vagy valamilyen háztartási vegyszerboltban? Hogy nem. Ő eszik füvet. Mit kell csinálni füvel? Van nektek elképzelés? Mit kell csinálni füvel, hogy legyen belőle zöld fűből tej? Ki már gyerekkorában kóstolta füvet? Mert általában a gyerek, aki iszik tejet és tudja, hogy fűből van a tej, akkor mindig megkóstolja a füvet, és látja, nincs semmi összefüggés. Ugye teljesen más íze, állaga, szín, teljesen más. Igen, ez a lélek, amelyik tehintestben született, kapja azt a misztikus felhatalmazás, eszik a füvet, csinálja a tejet. De meg lehet próbálni, megkérünk, van telefonszám tudósoknak valakinek, hívjunk fel, meg ingyen jöhet, kifizetjük az utat, akár Amerikában, én kifizetem neki repjegy, úgy sincs pénzem. És akkor itt van sok nekünk mezőm, tudjuk kaszálni, kézzel kaszáljunk egy mázsa füvet, és megkérünk 50 g tejet tőle csinálni laborba. Béreljük neki legjobb labort, ami van világban. Nem fog tudni megcsinálni. Miért? Mert csak az a lélek, aki tehintestben van, ő fel van hatalmazva erre a misztikára, hogy fűből teremtsen tejet. Szóval így a minden lélek meg van így hatalmazva. Ugyanúgy az emberek is csinálnak csodát, technológiákat, ez is egy csoda. De mindenki korlátozva van. De Isten, ő korlátlan. Ő a legnagyobb csodát csinálta, az egész világot, lelkeket. És ez a képesség, ami tehén tudja fűből teremteni tejet, ez Istentől jön, mert ez Isten erre képes. És ő felhatalmaz a tehenet. És ő az saját képességeket megosztja élőlények között. Embert felhatalmazza azzal a képességgel, hogy kütyüket csináljon, a állatokat vagy a növényeket másféle, ugye gyógynövény honnan kapja, a híres aloe vera, az mindenki szereti, agave, trendi dolgok. Honnan kaptak ezt a felhatalmazást, hogy gyógyítsanak? Istentől. Mert minden tulajdonság benne van Istenben, és ő kiossza, megossza mindenki között. Ezért Isten, ő végtelen hatalmas. Habár személy, Istenség legfelsőbb személyisége, mi is személyek vagyunk, de mi parányok vagyunk, a mi hatalom,
korlátozott, valaki tud uralkodni, hát valamikor saját magunkon sem tudjuk uralkodni, mikor kiborulunk magunkból. Valamikor valaki tud uralkodni a kis kutyán, ül, fekszik, üget. Valaki tud uralkodni egy városon, ő lesz a polgármester. Valaki lesz uralkodó a ország fölött, valaki a föld fölött is uralkodni tud, de nem lehet mondani, hogy ő fog uralkodni az egész univerzumon, mindenki fölött. Ha van ilyen, akkor ez csak egy lesz, és csak Isten. Szóval ez a különbség, hogy egy lélek, ő mindig különbözik Istentől, sose lesz Isten. A lélek az mindig, az Isten megteremtette azért a lelkeket, mert Isten ő szeretetből áll. De a szeretet önmagában nem lehet élvezni. Például van anyuka és van gyerek. És anyuka, hogyha rendelkezik szeretettel, és van neki gyerek, és nem csinál semmit, ő nem tud élvezni ezt a szeretetet. Ahhoz, hogy legyen élvezve, akkor azért van gyerek, hogy akkor anyuka szolgáljon a gyerekét, és így ezt a szeretetet aktívá tegyen. És élvezzen azt, hogy ő mennyire szereti gyereket, és boldog legyen. Ugyanúgy Isten, ő maga a szeretet, de ahhoz, hogy ez legyen élvezve, ahhoz kell minimum kettő. Mint mondjuk a méz. A méz, azt tudjuk, hogy édes. De hol van ez az édesség? A méznek az édessége hol van? Ki tud mondani, hol van a méznek az édessége? A mézben van? Amikor a méz a nyelvvel találkozik, akkor ott van az édesség. Szóval ugyanúgy a szeretet akkor aktív és érezhető, mikor ketten viszonyukba lépnek. És Isten, ha bár ő a szeretet, és ez a szeretet az legyen ízlelve, megteremtette lelkeket, mindenkit, minket, hogy viszonyukban lépjünk vele. És van egy lelki világ, ami ezen az univerzumon túl van, és a lelkek ott élnek ebbe kapcsolatba Istennel, nekik nincsen szennyeződés, és ők nagyon boldogok. Ez a világ az a torzított tükrözés. A lelki világban is vannak fák, van természet, anyagi világban is van természet. De itt ideiglenes minden, itt van szenvedés, tegnap nagyon meleg volt, ma éjszaka egy pár embert felugrott az ágyon, amikor dörömbölt itt nálunk. Nagyon jó volt, hangos volt a kis égdörömbölés. Szóval itt mindig valami történik, de lelki világban ott nincsen. Ott minden örök, öröki szeretet van, minden örök, örök kapcsolat Istennel. És van egy pár lélek, nem sok, pár milliárd, akik ide jön ebbe a világba, és elfeledték, hogy én lélek vagyok. És akkor itt keletkezik ez a körforgás, újra kell születni, egyik testből másikba kell születni, és megízlelni a jót is, a rosszat. De több a rossz. A végén minden kell elveszíteni. És ezért Isten ő küldi saját képviselőt, saját fiát, saját maga szokott alászállni, hogy visszahívjon a lelkeket, gyertek, és adja utakat, gyakorlatokat, hogy a lélek megszabaduljon a karmától, szenvedéstől, és felébredjen Isten iránti szeretet, hogy visszatérjen a saját eredeti helyzetbe, otthonába. Szóval nekünk mindannyiunknak van örök otthonunk, ahonnan mi kiestünk, és akkor itt kóborodok. Lehet gondolni, hát én nem kóborodok, nekem van családom. Jó, ebben az életben van családod,
előző életben ki tudja, volt egy családod, következő életben megint lehet, hogy lesz családod, de most melyik a te családod? Amelyik előző életben volt, amelyik mostani életben van a te családod, vagy a következő, vagy a következő. Melyik a te családod? Egyik sem. Mert ez a karma. Mint az óceánban van két szalmaszál, és akkor hullámok csapnak, csapkodnak ide-oda, és valamikor csak összecsapják két hullámot, és találkozik két szalmaszál, következő pillanatban, és mennyi esőnk van még egyszer találkozni. Mi is így, a karma hullámai minket összedobta egy családba, halál jön, puf, sose találkozunk. Szóval ebben a világban mindig ilyen van, mindig ilyen ez történik, de lelki világban ez nincs. Ott van az a család, akivel sose kell megérezni ezt, hogy el kell veszíteni valakit, akit szeretjük. Mert végül, mikor mi itt is karma összehozza minket egy családba, mi mindig szeretjük, mert nekünk ez a természetünk. Ragaszkodni egymáshoz, szeretni, szeretve lenni, ez természetes. De hogyha mi elfelejtjünk, és gondoljuk, hogy mi ez a test vagyunk, akkor nagyon fájdalmas. De mikor mi ébredjünk, és tudjunk, hogy mi lelkek vagyunk, akkor mi nem akarunk ezt újra és újra átélni. Hogy megint elfelejtek, hogy én lélek vagyok, akkor megint átéljem ezt a fájdalmat. Akkor ez a személy lelki világba fog menni, a lelki világban ez nincsen. Ott nincsen ez a szenvedés. Ott mindig örökké van kapcsolat, és örökké változatosság. Minden nap egy fesztivál, mint itt most 3 napig van fesztivál, többet nem bírunk. De lelki világban az nem probléma. Minden lépés egy tánc, minden szó egy ének. Szóval ez a Isten, ő mindig egyéni, lelkek mindig egyéni, lelkek, személyek, azért létrehozta, nem azért, hogy itt ebben a világban koronavírusnak a élményeket átéljünk, hanem azért, hogy együtt legyünk vele, és éljünk, és élvezünk ezt a szeretetet. De kezdődik a szolgálata, mert amikor valaki valakit szeret, akkor szolgálni kezd. Mert ha én szeretem valakit, akkor számomra az ő boldogsága az én boldogságom. Aki szeret, akkor ő úgy érez, hogyha ő boldog, én boldog vagyok. Hogyha ő szenved, én is szenvedek. Szóval ez erről szól a szeretet. Na most nálunk egy kicsit feje lefele van. Amikor a szomszédom boldog, nekem úgy fáj ez. Úgy nem tudok aludni. De amikor bajba került a szomszédom, akkor olyan ünnepem van. Főzök nagy lakomát, meghívom barátaimat, olyan megkönnyöbölést érzem. Sajnos mi így élünk. De lelki utak, lelki gyakorlatokat visszaállítják minket a lábokra, ahogy kell. Hát ez volt ilyen kis villám válasz. Ami a kérdés, ami lehet, hogy mindenki elfelejtette, mit kérdezti. Én emlékszem, mit kérdezti. Igen, ez jó volt, amit a végén mondtál, hogy a lelki út akkor ez így át tudja transformálni azt, hogy mi, nekünk milyen tulajdonságaink vannak, hogy mik azok a tulajdonságok, amik jelenleg vannak nekünk, és hogy milyen tulajdonságokra érdemes szert tenni, azért, hogy esetleg hogy bekerüljünk ebbe a lelki világba idővel, hogy milyen úton haladjunk, milyen tulajdonságokra tegyünk szert ezen az úton, hogy akkor meglegyen, mint ahogy a búcsúba is jöttek az emberek, kellett jegyet venni. Mi az a jegy, ami nekünk kell, hogy meglegyen, amit elfogadnak a lelki világban? Köszönjük, jó, praktikus kérdés volt. Igen, elsősorban, hogy
mivel Krisna völgy egy szent hely, itt azok élnek, akik nem követnek bűnt, a szentírás alapján építenek az életüket, és ez a szent hely nagy hatással van, aki ide jön, mivel itt Istent szolgálnak, itt van lelki energia, és bárki, aki vendég jön Krisna völgyi búcsúba, vagy búcsún kívül Krisna völgybe, az ő élete már elindult a változáson. Ez már olyan jegyfoglaló a lelki világban, már le van foglalva, még helyi jegy még nincs, de már így lefoglaltam a jegyet vissza. És a tulajdonságok, igen, van, tudod, ebben a világban van két erő. Sötét erő, ami tompítja embernek a lelkinek a tudatot, zárja, szűkíti, és van fényerő, az pedig nyitja a szívét. És ezek az erők a tulajdonságokkal kapcsolatban van, ahogy mondtam. Azok a tulajdonságok, ami irítség, düh, ami rendelkezik az ember, akkor ilyen hirtelen induló, hazudó, ezek a tulajdonságok, ami igazából most bennünk próbálnak is fejleszteni. A reklám, ami hogyan működik a reklám, hát irítséget kelti. Neki van, neked nincs. Nem jó. Legyél irigy. Ahogy csak irigy leszel, rögtön mész vásárolni. Szóval ez a mostani társadalom minket másik irányba visz. Ezért, mivel másik irányba mentünk, azért lett a pandémia. Azért volt a koronavírus. Azért most van háború. Mert ez, amikor Istentől másik irányba megyünk, akkor mindig katasztrófát fognak minket figyelmeztetni, hogy hely, emberek, álljátok meg, nem oda, erre kell menni. És a tulajdonságok által, mint az irítség, az másik irányba visz, mert irigy nem tud szeretni. De ezek a tulajdonságok, mit jelent, hogy másik irányba visz, ez azt jelenti, hogy akadályoz a szeretetet. Mert minden, ami a jó tulajdonság, amit mindjárt elmondom, az segíti, képesíti, tesz engem szeretetre, és ez közelebb visz Istenhez. És egymáshoz. Mert egyik, hogy minket erre próbálnak rávenni, hogy irigyek legyünk reklámokkal, akkor elégedetlenek legyünk, ez is nagyon fontos, sose legyen elégedett. Nem, hogy mikor valaki megveszi valamit, és mondja, mindenki megdicséri, de nagyon, most vettél, most nagyon jó lesz. Nem, hanem rögtön következőt mutatnak. Észrevetitek? Ki szokott Facebookot pörgetni? Észrevetitek, amikor még csak beszélünk valamiről, tudom, hogy fogkeféről beszélünk, nyitjuk a Facebookot, már ott a fogkefé. És jobb, mint nálad. Akkor már nem vagy elégedett. Mindig valamit mutatnak, ami jobb, mint nálad. Tírek, ne legyél elégedett, ne legyél elégedett. És hogyha nem vagy elégedett, akkor te hogy tudsz szeretni? Mert ez azt jelenti, neked hiánya van, mert szeretet adni. Minket butítanak és próbálnak, ne legyél elégedett, legyen hiányérzet, és ezért mi nem tudjuk adni, mert nekem nem marad. Nekem kevesebb lesz. De a szeretet azt mondja, hogy nekem nem kell nekem, én adni akarok. Miért? Mert alapban már az egészséges, tudatú léleknek van ez a bőség érzete. És ő csak akar adni. És akar adni, 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 és nem tud megállni. Az utolsót odaadja. Mi nekünk, hogyha még van is mit adni, mi félünk, de hát nem, nem, nekem még mindig kevés. És akkor így vezetnek minket félre. És ez a mi ellenségünk.
elfogadni ezt a tévesztő értékrendet, ahol, amire most fel van építve világ. És mert az az eredmény. Mindenki aggódik, van ez a hiány a szívében, mindig valami nem jó, valami kevés. Akkor ez okozza nekem aggodalmat, stresszet, depressziót, agressziót, irítséget. Ezt okozza ez a civilizáció. Ezért van szükség orvosra, mert ezt megrontja a testünket. Mert a test nem, önmagától sose lesz beteg a test. Nem úgy van, hogy na ma van vasárnap, ma beteg leszek. Nem, a tudatunk befolyásolja a testünket. A betegség mindig tudatban nyilvánul meg először. És ezek által stressz, depresszió, irítség, például az irítség, a düh, az gyulladások betegségeket okoz. Májbetegség ez, mert a düh, ez a jobb oldal. Mert nekünk a jobb oldalt irányítja, ha valaki düh, akkor jobb oldal beteg lesz. Valaki akarat, nem tudjunk, hogy mit kell tegyünk szabad akaratunkkal, akkor ez is jobb oldal betegség lesz. Az érzelmek betegségek az a bal oldal. Ha valaki, és nekünk mindennyiunknak van probléma érzelmekkel. Valaki nem így nézett ránk, valaki nem szeret minket, valaki irigy ránk, mi irigy őre, ő irigy rám, az így körbe megy. És akkor azért most nagyon ritka ez az eredmény, amikor valaki születik, és nincs semmi probléma a testtel. Általában mindenkinek valami van, vagy pszichikával. Szükségünk van pszichológusra, vagy valakire. Most ez a divat a pszichológus. Régen divat volt lelki tanítomester, most már a pszichológus. Mert nem vagyok még képesített lelki tanítomestert keresni, mert annyira zavarodott vagyok. Igen, szóval ezek a negatív tulajdonságokat, mint most meséltem, ami minket képesítetlenné tesznek mindenre, még az anyagi boldogságra is, nem csak a lelkire. Ezért, amikor valaki lelkileg fejlődik, az anyagilag minden rendben jön, automatikusan. Mert a lelki törvények, univerzális törvényekük minden szinten harmóniát létrehoznak. Mondom egy példát. Valaki tanul, mert például elégedett lenni, ezt kell gyakorolni. Gyakorolni, hogy én vagyok elégedett, ami van. Akkor most minket megint az önzőségre is tanítanak reklámmal. Én emlékszem, mikor a Vodafone elindult, akkor az ő reklámja olyan volt, a te, az volt a fő mantra. Te, a te hangod, a te, és iPhone, iPad, iMac, én. És azért, amikor, azért ez az anyagi természet, anyagi társadalom, annyira minket félrevezette, hogy még kapcsolatok sem működnek, mikor hogy én, akkor mikor én házasodok valakivel, akkor nekem az az elvárásom, hogy én mit kapok belőle. És hogyha mit ketten, a fiú és a lány elvárnak, én mit kapok ebből, akkor elválnak, mert én nem akarok adni, te mit adsz? Nem, te mit adsz? Én most ez van, ezért nagyon gyorsan esnek szét a kapcsolatok. És a pozitív ez az, amikor én próbálok elégedett lenni, ami van. Hogy lehet elégedett lenni? Mikor gyakorolok Istent látni mindenhol. Hogy ő nekem adta a lehetőségeket, ő nekem adta a képességeket, ő adta nekem lehetőséget dolgozni, ő adta gyönyörű szép természetet, és akkor próbálok elégedett lenni, és gyakorolok, nem én, mert ettől az a luk, ami nekem hiányságom van a szívemben, ez egy luk a szívemben. És én, és nekem, az nem lesz sose több.
ameddig én csak elvárok mindenkitől mindent, akkor nem lesz több. Akkor egyre kevesebbet fogok érezni. Azért kell keresni olyan személyeket, akiknek már van lelki megvalósítás, akiknek nincs luk a szívébe, és ők akarnak adni. És mi fogunk mellettük érezni, hogy ó, milyen jó, mikor valaki csak adni akar. És velük társulás hatásában mi is fogunk kapni. Hát ez a luk, ez a hiányság, ez Isten, nincs Isten a szívemben. És Isten végtelen, a luk is végtelen. Ezért én megyek, vásárolok, általában úgy most építenek a boltokat. Auchan, mellette van Lidli, Tesco, Intersport, vagy mit tudom én, akkor Jisk, és észrevettünk, hogy ilyen egy bevásároló város, és ember egy körbe vásárol, hazajön, hogy teljesen kész van. Mikor megy vásárolni, gondolom, mindjárt elégedett leszek, bevásárolt, ez semmi. Még rosszabb, mert pénz sem marad. Nem tudok fizetni a számlát. De mikor találkozunk, nekünk nagyon fontos látni egy ilyen szemét, akinek lehet, hogy nincs semmije, de a szíve az tele van. Ott van Isten. És mi, amikor kapunk egy ilyen pillanatnyi élményt, akkor mi is fogok érezni, hogy ó, kezd betenni a szívem, és akkor elkezdjünk gyakorolni, mert gyakorolni kell, hogy most én fogok adni. Mert amikor csak próbálok fogadni, akkor én kicsinyítem, és a szívem majd össze lesz nekem egy ilyen szeminárium, hogy hogyan működik a tudatunk, a szívünk, az érzelmek. Amikor mi mindig maradunk ebben az állapotban, hogy veszek, a szívunk zsugorodik össze. És azt mondják, hogy kicsinyes az ember. Van olyan mondás, igen, magyarul. De van olyan mondás, hogy milyen szívű? Nagy szívű. Nagy lelkű. Ez ugyanaz, mert lélek szívben van, és a szív a lélekre reagál rögtön. Ahogy működik a mi, mint lelkek, a szív olyan állapotban lesz. És amikor zsugorodik össze, akkor egyre negatívebb lesz. Amikor valaki egy rókát vagy állatot sarokba szórítja, akkor így bezsugorodik, és akkor csak harapos lesz. Ő nem tud kedves lenni, akkor visszatámad. És észrevettetek olyan emberek, akik nagyon kicsi szívünk, rá, mit nézel? Neki nem kell semmi, mert ránézi, ő már visszatámad. Ő szerencsétlen. Össze van zsugorodva a szív. Nagy a luk, nagyobb, mint a szív. És ott van a lukban a szív valahol. És a maga a szívben is van egy luk. Ezért a gyakorlat társul, ez nagyon fontos, társulás nélkül, hogy nem látjunk, nem éljünk át másoktól, mi az, amit valaki mi egy is ad, nem fogunk tudni, ez nem lehet megcsinálni. És ha társulunk, adunk, látunk, tapasztaljuk maguktól, mikor mi is kapunk, és utána gyakoroljuk mi is adni, ez a lelki főtörvény, akkor nyílik. Van, mikor sokszor panaszkodnak, szorongások van. Hát ez a kicsinyesség. Mert akkor nem tudok feldolgozni a problémákat, mert kicsi szív, ő nem érti, mi történik, és szorongás, és szenved, és egyre nem fér be saját magámban. De mikor nyílik a szív, akkor felemészti, megemészti a problémákat, nehézségeket az életében. Szóval az első, amit kérdeztél, hogy mi az, ami negatív akadály, ez az, hogy folytatni, ahogy éltem idáig. Ami értékrendet belém égette a mostani társadalom, ez az én ellenségem. Menj, vedd meg, élvezd, nem fogsz, nem leszel boldog, nem lehet élvezni Isten nélkül. Nincs ilyen opció. Hát látjuk, megint. Csak nézzünk körül, mi az eredmény lett. Ez a bizonyíték. Ha akarok változtatni az egész világot, változtassunk magunkat. És ezzel kezdjünk, hogy ez, ami nekünk itt agyba mosták, az nem jó, ugye, hogy van kuka.
keresünk olyan személyt, aki adja nekünk lelki tapasztalatokat. Itt van a Srila Prabhupád, akkor vannak az ő könyvei, most itt volt a Sivarama Swami, aki ilyen személy. És utána a többi majd adódik. Ez is kis rövid válasz volt. Megint a végéhez egy kérdés, hogy mi van akkor, hogy jó, akkor esetleg találunk ilyen személyeket, mikor talán nagyon keveset találunk így a mindennapokban, de hogyha meg is találjuk ezt a személyt, akkor ez nagyon értékesnek tűnik. Mi van akkor, hogyha van így, úgy érezzük, hogy esetleg korlátozott az idő, amit ezzel a személlyel tudunk tölteni, és akkor csak vannak kötelességeink mondjuk munkahelyre járni, vagy iskolába, és akkor ott csak találkozunk ezekkel az emberekkel, akiknek ez a lyuk van a szívében, hogy ők akkor ezt a lyukat tudják ugyanúgy növelni, mikor már egyszer betömték ezt a lyukat nálunk, vagy hogy van ez a... Hogy van ennek így a mechanikája, hogy ez így akkor folyton tud változni, vagy hogyha már egyszer betömték a mi szívünket, akkor az olyan marad? Még nem tömték be még a szívünket, mert amikor betömték, az már ilyen maradt, de ez csak első tapasztalatunk volt, hogy milyen lehet, amikor be van tömve, mert másokon látom, ez még nem az én szívem. És én ezt kezdek gyakorolni, és érzem, hogy tényleg máshogy reagál a világ. Szóval még nem az én szívem, még Lukas, de már kapok valamit. És ez az egy. A másik, hogy az igaz, hogy ha mi elmegyünk, és többet nincsen kapcsolat, akkor ez úgy működik, mint a vas. Hogyha mi, hogy működik, hogyha fogunk egy vas rudat, és berakjunk a tűzbe. Egy darabig ott tartunk, és kiveszünk, akkor látjuk, hogy tűzé vált. Azt mondják, olyan, mint a tűz. Azt mondják, hát, hogy ez nem tűz, ez vas. Jó, ha érincs meg. A hatás, a természet a tűznek éget. Ugyanúgy, mikor én egy Lukas szívű lélek, jövök egy lelki tanítómesterhez, vele társulok, a társulástól átveszem tőle. De mivel még nem az enyém, akkor én elmegyek, és többet nincs kapcsolatom, kihűl. A vas, hogyha beleraktam, és ízzik, kiveszem, és egy darabig tartok kint, akkor ki fog hűlni, ugyanúgy én is. Ezért a vasot mindig kell tartani tűzben. Akkor mindig tűz lesz. És a mi szívünket mindig kell tartani közel. Én persze mondtam, hogy vannak a munkahelyek, vagy valahol lakunk, ahol nincs lehetőség, de Isten csodákra képes. Megcsinálta a következő csodát, internetet. Sok szemét is van, mert Isten jóra találtak internetet, csak emberek szemétre használnak, de ott lehet jó dolgokat is kapni, és most lehet kapcsolatban lenni lelki tanítómesterrel, vagy YouTube, Facebook, vagy személyesen kapcsolat is lehet, annyiszor mindenki tudja, messengerek, zoomok, nem tudom mik van, telegramok, teleszkopok. Szóval így lehet internet keresztül is, vagy lehet időként, vagy van másik, hogy vannak is a lelki tanítómesternek a követői, akik már fejlettek, ők is tudnak nekünk segíteni. És ezért csináljuk városban lehetőségeket. Ugye több városban az a cél, hogy Magyarországon minden városban és faluban legyen lehetőség. Most jelen pillanatban van Krisznavölgy, van Budapest, Debrecen, Eger, Szolnok, Szeged, Szombathely, Miskolc, Pécs. De majd idővel lesz több. És akkor lehet folytatni ott a képviselők, ők visznek tovább nekünk ezt a lelki potenciát. Igen, akkor esetleg most ezekhez a
témákhoz van-e valakinek kérdése? Valaki merült fel? Utána jön. Jó? Jó? Oké, most a Nóri utána. Igen. Az a kérdésem, hogy ha a lélek az eredeti helyén tulajdonképpen egy tökéletes állapotot él meg, vagy van ott, akkor honnan jön az a gondolat, vagy érzés, vagy hát vágy, hogy akkor neki valami rosszabbat ki kellene próbálni? Tehát hogy érkezik az meg hozzá, vagy miért kerül oda abba a tökéletes létbe egy ilyen vágy? Igen, ez mindenkit zaklat ez a kérdés. Hogyha tökéletes minden, akkor miért valaki akar ide jönni és koronavírusba meghalni? Ahogy kicsit korábban mondtam, hogy léleknek van a szabadsága. És a tökéletes lélek addig, ameddig közel van Istenhez. Srila Prabhupada erről magyarázza, Isten ő Ampurnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudacsate. Isten teljes és tökéletes. Lélek tud lenni teljes és tökéletes, és tud lenni teljetlen és tökéletlen. Rajta múlik, hogy hol van. Úgy ezért mondják a lélekre, hogy Tata. Tata, ez nem Tata, Tatabánya mellett, lehet, hogy azért nevezték ezt a várost, a határt jelenti, hogy lélek határ, ő tud lenni tökéletes és tökéletlen. És amikor lelki világban van, közel van Istenhez, tökéletes állapot, minden. De neki van szabadsága, és akkor, mert ez nagyon lassú folyamat, nagyon sokáig történik, csak kezd kicsit így nem lenni, nem maradni közelébe, hanem kicsikét semlegesebb kezd, semlegesebb lesz, semlegesebb. És egyszer csak, mert mit jelenti, hogy nem semleges? Amikor van ez a szeretet viszonyok Istennel, és mindig valami fesztivál van, mindig valami csodálatos lelki, érzelmi szeretetnek az ízlelése történik a lélek és Isten között. De valamikor ő tud egy kicsikét semlegesebb lenni, és valamikor egy ilyen, hallottátok ezt a szót, shanti, ez a béke, ez a semleges, amikor még nem tökéletlen, és még tökéletes, de már semleges. És amikor lélek kerül semleges állapotba, akkor ő kerül a határra, a lelki energia és az anyagi energia között. Az anyagi energia az a mi univerzum. És az anyagi energiának a feladata, mint az amerikai városokban a reklámok. Csillognak, villognak. Most már mindenhol van, de régen nekem mindig meséltek, aki volt New Yorkban a 70-es években, olyan világos, mint nappal. Ezek fényes reklámok. Na, vagy a kínai csomagolás, az is ilyen fényes. A tartalma az kínai, használt műanyag, de a csomagolás mindig fénylik. És a lélek, mikor semleges lesz, sokáig nem láthatatlanul történik, egyszer csak már ott van, akkor semleges állapotban a lélek nem tud sokáig maradni. Neki vagy tökéletes kell maradjon Isten szeretet, viszonyok menedékében, vagy elkezd csillogni, villogni alul, mondjuk ez alacsonyabb rendű dolog, és kezd vonzolni, és azt gondolja, mi az ott, és puf, elkapta. Mint a meséltek, a róka hogyan vadászik a pávára. A páva nem tud nagyon repülni, annyi repülési képessége van, hogy felrepüljön a fára, ahol a róka nem tud elérni. És akkor a róka, ő intelligens. Mondjuk páva látja, jön a róka, felrepül a fára, és leül. És a róka elkezd szaladni fa körül. Rohan, gyorsan,
És a páva gondolja, na mi történik ott, milyen, elkezd kíváncsi lenni, végül elszédül ettől, mert nagyon figyel, és leesik. És a róka elkapja. Ugyanúgy ez a világ, anyagi világ, ő mint a egérfogóba a sajt. A egér nagyon kíváncsi lesz, mi ott van, jó az illata, jó néz ki, kis kocka, és akkor kezd belemászni, és akkor tök, lecsukik. Szóval ugyanúgy a lélek, amikor ide kerül, és kapcsolatba kerül ezzel a világgal, ez a világ, ez egy energia. És rögtön befedi a lelket, és lélek, ahogy csak ide kerül, rögtön elfelejti, hogy én lélek vagyok. És azt gondolja, én vagyok magyar lélek vagyok, ez az én családom, ez az én otthonom, a országom, a hazám, meg kell védeni, az amerikai mondja, az az én Amerikám, nem jöhetek ide vízum nélkül, mert ez az én Amerikám, ez az én Magyarországom, akkor jó, akkor nekem kell szerezni, hogy legyen nagyobb az én országom. De ez a Magyarország mielőtt idejött, ő már volt. Ne aggódjál, mikor meghal, összes magyar meghal, a Magyarország terület marad. Mert ez nem a tiéd, ez Istennek az országa, az egész föld. És akkor így lélek illúzióba kerül, ez az enyém, és jönnek a háborúk. Ez az én országom, az olaj, most nekem kell megtámadni a te országod, legyen az én olajom, de várjatok, ez minden isteni. És amikor ember ezt tudja, akkor nincsen háború, békében lehet élni. Szóval így tökéletes állapotból láthatatlanul pici-pici távolabb kerül, és utána kiesik. És akkor tökéletlene válik. Mikor mi most minden tökéletlenek vagyunk. De ahogy mi elkezdünk Istenhez fordulni, követni az ő parancsolatokat, útmutatást, mi tökéletesek vagyunk rögtön. Mert Istennek az útja is tökéletes. Jó? Köszönöm szépen, akkor kedves hölgynek a mikrofont. Kicsit kell zsonglőrözni itt, igen, nagyon ügyes. Jó, köszönjük szépen. És hogy hívnak, tessék? Én Valéria vagyok, és nagy követőd, már évek óta követem, YouTube előadásaira Krisna völgyet, és nagyon örülök neki. És most a kérdésem az lenne, hogy egy lélek, tehát ezt nem tudtam megérteni, hogyan lehet karmamentes, mert tehát hiába a jó akarat, a segítőkészség, az Istenbe vetett hit, mégis egy bogarat agyontípusok, vagy az ember, tehát támadnak a rossz gondolatai, tehát hibamentes gondolat, vagy lélek, én nem tudom, hogy hogyan lehetne lenni. Hogyha például most nagyon meleg van, megyek hazafele, nem érek el például egy időpontra haza, akkor csak az embernek, jaj, elkáromkodja magát, esetleg hébe-hóba, vagy támadnak rossz gondolatai, vagy esetleg elfut egy munka elől, amit tudom, hogy meg kéne csinálni, és ezek mind karmák. Most, hogy ahogy mondtad az előadásaidba, hogy lehet, hogy ahogy itt vagyunk, az ugye nem termel, tehát karmamentes, nem termel karmát, mert ezt az előadást hallgatjuk. De végülis nem értem, hogy egy lélek hogyan válhat karmamentessé. Nagyon jó, köszönjük szépen, Valéria. Igen, az igaz, hogy itt anyagi világban majdnem minden karma, és Krisna magyarázza Bhagavad Gita-ban, hogy a karma akkor történik, mikor a lélek meg van győződve, hogy én vagyok ez a test. Ez úgy hívják, hogy hamis ego, a hankara. Hogy én elfelejtettem, hogy lélek vagyok, és én gondolom, hogy akkor az én elégedettségemre kell valamit csinálni, és ki van zárva Isten a képembe. Akkor az karma. Hogyha valaki hozzáadja életéhez Istent,
és még nem tökéletes, és néha melege van, és mondja valamit, nem, nem cenzurál, és szavakat, vagy rálép egy bogára, az már nem probléma. Mert hogyha embernek az élet célja, Isten legyen velem elégedett, akkor ebben a világban nem tudjuk mindent elkerülni, nem tudjuk lebegni. Hát én nagyon megnéznék, hogy következő búcsúról összes vendég lebegve jön ide, nehogy valami állatkát, egy bogarat meg letaposunk. Nem, ezt nem tudjuk megcsinálni. De a szándékunk, hogy van, hogy igen, én szeretnék minimalizálni az erőszakot, és ezeket a negatív hibákat szeretnék minimalizálni. Lehet, hogy nem, most még nem tudom mindent elkerülni, de hogyha nekem van egy jó szándékom, hogy gyakorolok, tanulok, komolyan veszek, és bizalom van Istenben, és ő legyen elégedett velem, akkor ő ezt elnézi. Mint a gyerekeknek. Vannak a gyerekek, akik jó tanulnak, és akkor valaki jó tanuló vizsgázik, vagy írja a házi feladatot, és van, aki kevésbé jó tanuló, és ő is írja a házi feladatot. És akkor tanár fog látni. Hát ez a gyerek tudta, ő ötösre tanul, ő tudta volna ötös csillagra is írni, de nem csinálta, nem tette meg mindent. Akkor hármas. Nem? De látja a kisgyerek, hogy nem annyira képesített, de mindent megtette. Hát akkor négyes. Nem, nincs feladat négyesre, de ez a törekvés ott volt, és akkor egy kicsikét feljebb visz az eredmény. Isten is így látja, hogyha nekünk van ez a jó szándékunk, és teszünk is valamit gyakorlatba, akkor ezek a kis dolgok az már nem lesznek, mert jó, tudjátok, a jó az mindig erősebb, mint a rossz. Hogyha én szándékosan megyek, taposok ezeket a bogarokat, vagy szándékosan élet, minden pillanatban káromkodok, akkor ez karma. De hogyha ezek maradtak bennem még pár dolog, akkor is, hogyha nagy rész az életemnek az a, hogy akarok változni, ahogy mondta Jézus, meg van bocsájtva, de akkor próbálj többet nem követni újra. Próbáld. Akkor ez a jó, az semlegesíti azt a rosszat. Mert ez a energia mindig a jó, mindig erősebb. És Bhagavad Gita-ban is azt mondja Krishna, a jót evőt, nem a jót evőt, a jót tevőt, jó? Mert mindjárt valaki megy, na jó, akkor menjek, eszek is. Nem győzi le a gonosz. Szóval nem győzi le, hogyha valaki jót tesz, és előbb, és itt-ott valami még belecsúszik. Nem baj. A szándék, az akarat ott van, Isten ott van a szívünkben, és azt mondja, ezt a karma, ezt most nem tud ártani annyira. Jó? Szívesen. Csak egy megjegyzés. Kriszti megjegyzés. Prasádon teszik valaki. Tessék, Kriszti, tanik. Bocsánat. Hát a jót evésről jut eszembe, hogyha valaki hát előtte felajánlja az ételt Krisnának, akkor tényleg jót eszik. Igen. Igen, hogyha valaki szent ételt, felszentelt ételt eszik, ami Krishna völgyben ennivaló nem egyszerű, csak ilyen konyha, hanem minden fel van ajánlva, ceremónia által, és mindenki, aki eszik olyan ételt, ami most Krishna völgyben van, ezt lehet otthon is csinálni, akkor minden bűntől megszabadul. Akkor itt, ahogy Kriszti mondja, akkor így is lehet érteni, jó evőt nem győzi le a gonosz. Igen. Jó. Más kérdés esetleg van még? Jó, Geri, akkor folytassunk. Ide az utolsóhoz még akkor egy ilyen kérdés, hogy jó, hogy akkor valakinek lehet, hogy nem ezen a szinten áll, hogy néha-néha elkövet valamit, hanem hogy akkor van sok
rossz tulajdonsága, de akkor most elkezdte ezt akkor megtisztítani, és hogy még mindig azt így látja, hogy, hogy ezek így visszajönnek, valahogy így nem tud tőlük szabadulni, és akkor ez így elveheti esetleg a kedvét, hogy van is talán egy ilyen példa, hogy erről tudnál esetleg mesélni, amikor a karmának a ventilátora még forog. Uh-huh. Igen. Igen, nekünk úgy is működik a karma, hogyha valaki, amikor valakinek, csak ez hiteles kell, hogy legyen, hogy hogyan legyen Isten elégedett, ezt meg kell kérdezni a lelki tanítómestertől, mert ő tudja. Honnan tudja? Ő tudja a szentírásokból. Ez nagyon fontos. Lelki útot nem lehet kitalálni. És amikor valaki egy hiteles lelki tanítómester által lelki életet él, akkor még karmának a lendülete még marad, mint a mondta Geri, ventilátor, hogy most meg van ereje ventilátornak. De hogyha most kihúzom a konnektorból, akkor már nincsen ereje, de még fog forogni. Szóval ugyanúgy mi nem tudjuk minket rögtön átkapcsolni. Nem tudjuk, ha most kihúzom, nem fog megállni rögtön. És ugyanúgy nekünk ezek a rossz szakások, ez is karma. A rossz tulajdonságaink, ez karma, ez azért nem könnyű változtatni. Mert karma ez nem csak betegség, mert sokszor, vagy elsőre, amikor ember találkozik ilyen kifejezéssel a karma, és első magyarázat, amit kap, akkor mondják, hogy karma az azt jelenti visszahatás. Csináltál valami rosszat, és akkor most akkor beteg leszel. Vagy szerencsétlenség történt, mert rossz a karmát. Az is igaz, de a karma a mi tulajdonságaink is, a szokásaink. Mi be vagyunk programozva. Bizonyos helyzetben nekünk mindannyiunkban van ilyen csomagok. Egy helyzetben egyféleképpen forgatókönyv alapján fogok cselekedni. Másik helyzetben más forgatókönyvem van. Mint a számítógép, hogyha akarok számolni, akkor egy szoftvert megnyitom. Akarok írni, gépelni, akkor másik szoftver. Akarok csetelni, harmadik szoftver. És nekünk is ezek a szoftverek, ezek a karma, ezek a szoftverek, ami különböző helyzetre, különböző forgatókönyvek, funkciók lesznek. Például, ahogy csak valaki, egy hölgy dolgozik a munkán, akkor egy szoftver alapján megy, ő ott most vagy egy beosztott, vagy igazgató hazajön, beindul egy új, másik program, anya. És akkor már nem, mint egy eladóboltban mondja, gyerek kéri anyától csoki, és akkor mondja, 90 forint, kéri számlát? Nem, ő már gyerek, anyaként viselkedik, mert más program megy. És akkor vannak jó programok, és vannak vírusos programok. Ezek a negatív, amikor nem tudjunk, nem jól reagálunk dolgokra, vagy bántuk másokat, fájdalmat okozunk, ez vírusos program. És sokszor nem tudjuk mit tenni. Ezek a rossz szokások, ez vírus. Ez rossz. És sokszor nem tudjunk gyorsan fogni és abba hagyni. Kell idő. De amikor mi elkezdünk lelki gyakorlatokat gyakorolni, akkor az olyan lesz, hogy már nem, kihúzunk a ventilátort, ő már nem kap tápot. Ezért csak idő kérdése, hogy megálljon. Ugyanúgy, amikor én lelki életet élek, lehet, hogy kívülről rögtön nagyon nem látszik, hogy megváltoztam, de az már kezd gyengülni, Hare Krishna. Egyre gyengébb és gyengébb, veszítenek el erőt ezek a rossz szokásaink, a rossz karma, ezeket a szoftverek, és akkor mi szépen lassacskán fogunk megszabadulni tőle. Szóval ez a karma, mint ventilátor. Lehet, hogy akkor most váltsunk egy témát a karmáról. Váltsunk. Vissza
Még egy kérdés. Még egy kérdés. Persze. Tessék. Az előadás elején mondtad, hogy a lelkek már nem találkoznak újra, viszont vannak olyan tanítások, vagy olyan spirituális valamik, hogy akiknek még mondjuk dolguk van egymás, ezt így szokták mondani, akkor ők még egy újabb életet megélhetnek együtt. Hogy ez most akkor hogy van? Tehát teljesen szétköltözünk, és akkor már soha többet együtt, vagy ez a hullám effektus, hogy még lehet, hogy újra összehoz minket a sors? Jó kérdés, köszönöm szépen. Igen, valakiknek van olyan lehetőség, hogy találkoznak, valamikor nem, de nem mindig örömet okozunk egymásnak. Szóval amikor van dolga egymással, akkor ebben az életben én voltam férjem, terrorizáltam feleségemet, következő életben van dolgunk, születünk, én leszek a feleség, ő lesz a férj, és ő most terrorizál engem. Valamikor nem, valamikor folytatnak, és jó életük van. Szóval igen, ilyen van lehetőség, de ritkában van ez. Gyakrabban nem találkozunk újra, ez gyakrabban. Hát elmondom egy sztorit, horrorot. Nem, nincsen itt ideg problémások? Mert van itt mentő, hogyha kell, a sztori után hívom gyorsan ide, jó? Mert én karmáról szörnyű történetet elmesélek, hogy lássak, hogy hogyan működnek a karma szövővényei. Volt egy szent remete, a szerzetes Indiában, és akkor a remeték ők mindig vándorolnak egyik szent helyről másikra, és ott közben általában valakinek a háznál megállnak, mert van szentírások, azt tanítják, hogyha van háztartók, és hogyha látnak egy remetét, egy szerzetest, és hogyha ők hazahívnak, otthon vendégül látnak, ajánlanak szállást, megetetik, akkor ez a szent megtisztítja a családokat a karmától. Ez Indiában mai napig ez így működik. És akkor ott közben ő is ment, és volt egy család, akinél megállt éjszakára. Akkor ők vendégül látták, meghívták, főzték neki sok finomságot, ő evett finomságokat, és akkor természetesen nekik volt pont egy ilyen kis pici külön házikó, ilyen vendégeknek, és szokott is indiaiak, valakik tehetősek, ők építenek saját házat, és még egy pici ilyen egyszerű, nem nagyon bonyolultat, de ilyen remetéknek, szerzetesnek, hogy tudjanak megállni, mert ők tudják, hogy ott fekszik ez az út egyik szent helyről másikra. És akkor ajánlottak neki megállni abban a házban éjszakára. És akkor alszik éjszaka, ez a kedves szerzetes, és arra ébred, hogy a házigazdának a felesége ott van előtte, és azt mondja, szeretnék, hogy erre az éjszakára engem vegyél feleségül. Nem lehet ezt csinálni, neked van egy férjed, én egy lemondott szerzetes vagyok, én nem érintek a nőket, nem, nehogy most feleségül vegyek egy éjszakára, nem is érintem a kezedet. És a ruhádat sem. De tudod, te itt voltál, és én látom, te olyan ragyogos vagy, olyan csodálatos fiatal vagy, hogy azonnal felébredt a vágyam, hogy szeretnék tőled gyereket. És azt mondta, nem, és akkor, és olyan ruhában ő állt hozzá, nagyon vékony ilyen kis ilyen, hát olyan, mint a hálóink, nagyon vékony sejem, és úgy állt elé, hogy a hától a teliholt átvilágítja. Próbálta így, hogy mondjunk le, csábítani, elcsábítani. És akkor mondta, nem, nagyon határozott volt, azt mondta, ne haragudj, nem, mert én az én életemet Istennek szántam, és most nem fogok ezt vele csinálni. Akkor mondta, igen, akkor nagyon dühös volt, becsapta az ajtót, és elszaladt a házába, ahol férjével aludt.
és ő hallotta, valami nagy kiabálás történt, csörömpölés történt ott a házba, nem tudtam, mi történik, beszaladt, hát ha szükség van segítségére. Na most, aki gyenge idegzetű, viszontlátásra, aki bírja a szörnyű dolgokat, maradhat. Aki közepes, akkor csak egy füle hallgass. Belép a házába, és amit lát, áll a hölgy, kés van a kezébe, tiszta vér a kés, folyik a vér, és ott elkéselve fekszik a férje. Jött a király, jöttek a katonák rögtön, mert jaj, nem, és elkezd kiabálni. Amikor belép oda a szerzetes, ez egy falló volt, elkezdte, segítség, segítség, meg akarnak erőszakolni. És oda gyorsan szaladták emberek, katonák, és ő kiabál, ez egy álszerzetes, ez egy sarlatán, mi a férjem, kedves, drága férjem, meghívtunk, azt hittünk, hogy tényleg egy szerzetes, adtunk lehetőséget, megetettünk, utána éjszaka meg akarta engem erőszakolni, a férjem próbált engem megvédeni, ő fogta a kést, megölte a férjemet, és most engem is akarta megerőszakolni megint. Szerzetes így áll, nem semmi kis kirándulásba keveredtem itt bele, elvitték, katonák, és levágták a kezét. Rögtön meg Indiában megbüntették, mert akkor ezzel a kezzel öltél meg a szerzeteseket. Nem szabad megölni, mert régen, abban az időben, mint a régen a sok város, sok országban is volt a végítélet, úgy mondják, halálítélet. Akkor az is volt, de a szerzeteseket bármilyen bűnt követnek el, nem szabad kivégezni. De meg kell büntetni, és akkor levágták a kezét. Hát ez most mi van? És akkor ő ott ül, fél keze ideig. És elkezdte imádkozni az Úrhoz. Nem az Úrhoz imádkozott, hanem amikor meghalt, akkor eljött, hát van hát a halál, majd egyszer, mikor következő búcsúba találkozunk, elmesélem a halálnak a törvényeit. Mert halál, ez egy törvény, és az annak van felelőse, aki ezt irányítja. És halál után a lelkek kerülnek egy helyre, ahol kap ítéletet, vagy jó, vagy rosszat. És akkor őt mondták neki, te akkor most már tiszta leszel, nincsen több karmát, és akkor te majd vissza fogsz menni Istenhez. Mondja, jó, de én egész életemben és sose követem el bűnt. Én nem bántottam egy bogarat se, vegetáriánus voltam, és mindig mindent betartottam, összes parancsolatot. Hogy keveredtem bele egy ilyen sztoriba, hogy engem elkezdtek vádolni, gyilkosságból, levágták a kezemet, és akkor elmeséltek neki a karmáját. Azt mondták, tudod, az előző életben te akkor is lemondott szerzetes voltál. És te végeztél egy ilyen erdőnek a közepén volt, de egy ilyen kis tisztás, kis ilyen hát ilyen kis mező. És ott a erdő szélén te végeztél lemondásokat. És a lemondás a része az volt, hogy némi fogadalmat tettél. Nem, bocsánat, a lemondás abból áll, ha te mindig csak igazat mondasz. Sose fogsz hazudni. Ez is egy lemondás. Ki már próbálta mindig igazat mondani? Majdnem lehetetlen, vagy lehetetlen? Nem könnyű. De a szerzetesek, ők mindig igazat mondanak. És amikor ott lemondást végeztél, akkor láttál, hogy az erdőből hirtelen kiugrott a tehén. És menekült. Láttál a menekült, és akkor valahol ott a mező másik oldalon beleszaladt erdőbe, és tovább szaladt. Rá egy kis idő múlva
egy hentes ugrott ki az erdőből, és kérdezte tőled, hova ment a tehén. Ugye meg akarta, le akarta vágni tehenet. És te tudtad, hogyha elmondanál, hogy hova ment a tehén, akkor te is ebbe karmában részesülsz, mert miattad el fog kapni a tehenet, és levágja. Akkor ez rossz karma. És te nem akartál elmondani, de nem akartál hazudni se. Mert te igazmondó vagy. Ezért mutatál a gyarra. És most ebben az életben, mikor elkerültél ehhez a családhoz, mert mivel megmutattál, a hentes utolérte a tehenet, és megölte. És utána a tehén ő született, mint egy nő, a hentes szület született, mint a férfi, és ők összeházasodtak. És azért összeházasodtak, hogy most a feleség, ahogy férje múltkor megölte a tehenet, akkor most tehén lett a feleség, aki megöl a férjét. És te belekeveredtél a sztoriba, mert te mutattál hova, és miattad halt meg a tehén, ezért ebben az életben elveszítettél a kezedet. Hívjunk a mentőt? Túléltünk? Szóval így működik a karma szövevényei, annyira bonyolultak. Jó? Jó, itt van a Lila Suka Prabhu. Be tudsz konferálni a kedves Lila Suka Prabhunkat? Mert most 15-től 16-ig ő lesz, és utána mi folytatjuk. Jó. Köszönjük szépen a figyelmet. Bhaktipád Gószvámi Maharázsot eléritek több helyen, YouTube-on, Facebook-on. Krisna Völgybi Búcsúban. És hogyha szeretnétek ugye a kapcsolatot fenntartani vele. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Hare Krishna. Hogyha még lesz kedvetek, 4 órakor még jövök vissza.